Ki az így csökkolt szépen a pont, tudod valamit segíteni? Aztán még is kérdezett volt. Karácsonykor derül ki, hogy ki is az igazi férfi. Dömper! Horror karácsony! Pont az év végére, amikor eljutok egy ilyen igazi mizentróp állapotba, amikor nem bírom elviselni az embereket, de már tudatod sem, hogy léteznek emberek, és igazából ilyenkor értek egyet mindenféle olyan sorozattal, ahol ilyen hihetetlen világ összeomlások vannak, és az emberiség haldok. Aztán jön a karácsony, és aztán bekövetkezik ez, kb. És aztán hiányzik. Tehát gyakorlatilag nekem a karácsony az egy ilyen újra a szeretet ünnepe. Ja. Újra megszeretem az embereket. Van egy ilyen szar, meg egy olyan szar. Faragd bele egy heringgel. Jézusom. Plusz pontokat kapsz, hogyha nem vágod le az ujjad. Extra gratis, hogyha nem baszod tönkre a lakást. És végül is úgy tudod megnyerni a játékot, hogyha nem gyűlölöd meg az egész karácsonyt életed végéig. Nálunk sose volt karácsony, mert mint amikor nagyon kicsi voltam, akkor a nagyszüleimmel biztos, hogy volt valami. Nem baj, apa megoldja. Apa ügyes. De arra egy nem emlékszem, csak arra, hogy cupogták a halászlét, és olyan dolgokról beszélgettek, amiről nekem fogalmam sem volt. Illetve veszekedés volt, illetve én folyamatosan mondtam, hogy menjünk már haza legózni szeretnék az új játékaimmal, mert akkor még kaptam nagyon sok karácsonyi ajándékot, és aztán sosem mentünk haza, és mindig meg kellett várni éjfélig, egyig, és akkor éjjel, és akkor kocsiban elaludtam, és akkor csak másnap tudtam játszani, de akkor már nem volt hozzá kedve. Ne vegyünk az meg műfenyőt, á nem, legyen igazi, legyen szaga, szeretjük, hogy fenyőnek van szaga. És ez is maradt meg belőle, hogy ez ilyen túlélős ünnep. Ma nélkül nincsen karácsonyi hangulatom. Szóval, ahogy látom itt a YouTube-on, a vloggerek azon versenyeznek, hogy ki ateistább, de ki tud kreatívabb karácsonyi videót csinálni. Rólam aztán nem mondható el, hogy ateista lennék, de... Én aztán nem törekszem arra, hogy itt a karácsony az... Szóval, mert hogy... Na! Rá kéne szoknom, hogy örüljek az ilyen dolgoknak, mint szaloncukor, sok ízű szaloncukor, hogy ilyenkor nem csöng a telefon, hogy mit kell azonnal megcsinálni. Kész van, bazd! Viszont az a helyzet, hogy ilyenkor viszont valamire hiányzik. Hogy nem csöng a telefon, hogy mit kell azonnal megcsinálni. Minden házi buliban az a legjobb, amikor másnap reggel összecápázod a maradékot a konyhában. Hello! Hello! Fáradj be a konyhába, Krisztián, vodka körül. Épp most akartam mondani, hogy nagy karácsonyi zabálások után jön a karácsonyi piázás. Beugrott hozzánk Benedict Cumberbatch. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Amúgy mi nem nagyon ajándékozunk, sőt, hát egyáltalán nem ajándékozunk, az ismerőseinknek és a nagyon közeli barátainknak csináltunk 100 liter tojáslikört, meg nagyon sokféle cantuccinit, azt átadtuk. Esetleg akitől kaptunk is valamit, az ilyen kézzel készített, például kézzel készített házi nutella. Wow! De mondjuk elmehettünk volna valami wellnessbe. De akkor viszont kihagytuk volna a kajálásokat. Hey! You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.
Did I disappoint you? És a karácsony erről szól, a kajálásokról. Mindig, mindenhol, mindenki nyomja. Minden esetre szilveszterkor itthon fogunk ülni, ketten nézzük a Saskabarét. Este talán kocintunk egy pezsgővel, talán. És lefekszünk, és alszunk. És új év. És jel. Or leave a bad taste in your mouth. Gondolom ennél ünnepibb dolgot vártatok, de szóval... You act like you never had love, and you want me to go without.